Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintű megéri bekövetni. Szeretnél király és hasznos PGT-es termékeket venni, akkor a leírás legfelsőjába kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatás. Ha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon, a képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van, nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Náló mindenki ezt hiszem, Satsuki, de reméljük ki, és itt vagyunk egy következő videóban! Sziasztok, Halli! Na, oké, vagyunk is akkor bele a dolgba, azt még szokás, hogy elmondom a videó elején, hogyha valaki a kommentben leírja, hogy napi jutalom, akkor az részt vehet egy PGT Danis termék sorsoláson. Minden egyes nap van ilyen terméksorsolás, még egy darabig, nem tudom, még meddig, de ja, és le is kell, ugye a első fontos dolog, hogy le kell írni, hogy napi jutalom, plusz fel kell jelentkeznetek a csatornámra, mind a négyre, szóval csak akkor vettek részt annyi remény játékon, de hát igazából nem nagy kérdés, csak fel kell iratkozni, meg kell mondani a fütkezés komod, azt ennyi! Na de! Vagyunk is vele, ja még annyit elmondok amúgy, hogy a megtekintéseknek a 40%-a van talán rám feliratkozva, szóval nagyon-nagyon sokan nem vagytok feliratkozva. Szóval srácok, hogyha akartok tényleg izélni, nyerni, meg ilyenek, akkor meg támogatni, meg úgy nem tudom ilyenek, akkor légy iratkozzatok már fel, mert ez nagyon-nagyon sok az a, nem tudom, 70% vagy 60, nem tudom. Na jó, vagyunk akkor bele a dolgokba, gyorsan nem húzom tovább az időt, itt van velem ki is, Wuf, Újfalu is, nem tudom, Újfalu kis, de hát majdnem mindig Újfaluban vagyunk. Szóval, ja, kapjuk gyors fel a vasszettünket, meg mindent, vegyük szépen ki a cuccokat. Van egy pár cuccunk, amit így elhoztam az előző falunkból. Például itt van kisnek a kedvenc csontja, amit ugyanúgy elhoztunk. Szóval, ja, de ahhoz most nem fogunk. Wuf, ha hozzányúlsz véged. Jól van, kis Jugi, nem fogok hozzányúlni. Na, szerintem menjünk el viszont cuccokért, mert jó lenne, hogyha, nem tudom, csákányt, meg ilyesmiket igazából majd csinálnánk. Szóval, ja, nagyjából így ebből fog most majd állni a videó, de itt van valaki. Hello, szia, hello, te ki vagy? Hú, kicsikét furcsán néz ki, lenne egy bejelentésem. Bejelentésed? Mi az a bejelentésed? Mondjad, egy falusi vagyok, aha. Igen, egy falusi vagy, értem. És ez mit jelent, hogy te egy falusi vagy, vagy nem tudom. Én is igazából most kérdeztem, hogy el kell költöznöd innen? Most költöztem ide? Miről beszélsz? Jó távolra. Mi az, hogy el kell költöznöm? Figyelj már, most költöztem ide, tehát miért kellene nekem elköltöznem? Döntöttem. Hát de mi az, hogy döntöttél? Te csak egy falusi vagy, te nem döntetsz ilyenekről, hát mindenkinek ugyanolyan joga van, nincs olyan, hogy én így elköltözök. De figyelj már, miért kéne elköltöznöm? Most költöztem ide, miért akarnék elköltözni? Meg bármi. Tehát, hogy ez így, na, a polgármesterre beszéltem ilyeneket, nekem nem mondott, hogy majd te fogsz itt nekem parancsolgatni, hogy elköltözzek meg ilyenek. Azért ez egy kicsit túlzás, mert ez a hely kell nekem, na jó. Tudjátok mit? Oké. Nem érdekel. Menjék ki a házamból? Menjék ki a házamból? Menjél szépen ki? Na, srácok, elmegyünk szépen szólni a polgármesternek, mert ez így nagyon nem oké. És hol van a polgármester? Nem itt van, nem itt van. Valahol erre volt pedig. Na jó, elmegyünk szólni a polgármesternek, mert ez így nagyon nem oké, és hogy itt izélnek minket. Ott van a polgármester, na jó van. Szólunk neki, mert ez így nagyon-nagyon nem oké, hogy konkrétan izé. Konkrétan ilyeneket csinálnak, na mindegy. Polgármester úr, jó napot kívánok! Hú, nem tudom, azt mondom, hogy egy kicsit szebb háza van, vagy valami, na mindegy. Szia, hello! Az a lényeg, hogy itt egy falusi, aki engem zsarolgat, hogy költözzek el meg ilyenek, mert baj lesz meg, stb. Vagy nem tudom, mondjuk ez lehet, nem mondta, de mindegy. Szóval jó, hogyha jönnél, vagy segítenél, vagy bármi, mert ez így nagyon nem oké, hogy hívják. Nem tudom, hogy mi a neve. Nem tudom, idejött azt mondta, hogy a falusi, hogy vagy valami falusi, azt ennyi. De hát mindenki falusi, aki itt van kb. Szóval. Ja, eléggé, nem tudom. Érti szerintem a problémámat, szóval ja. Jön, követ, mutasd, jó, jövök, vagy megyek, jössz. Ja, jön, oké, okay. Nagyon jó, oké, okay. Na szépen vigyük oda akkor a házunkhoz. Wow! Ne csináljátok ezt velem. Ne csináljátok ezt velem. Ez itt mi? Hallod, figyelj már ide, ez így mi? Én szóltam. Hogy vitted el innen egy időt a házamat, és hova vitted? Meg mi az, hogy én szóltam, polgármester úr? Polgármester úr, kérem, nem tudom valamit kezdeni, ez a falus jól, mert megőrülök. Mi? Mit csinált? Itt volt a házam, itt van még a nyoma is. Itt volt a házam. Látja? Itt volt, kicsi is megmondja, ő is látta meg egy csomó másik falusi. Itt volt a házam, és csak úgy elvitte. Hát nem tudom,
hogy mit csinált vele, mert magánál voltam. Körülbelül 20 másodperce még itt volt, és egyszer csak bam, eltűnt. Hát nem így kéne történnie, érte? Vagy érti? Vagy nem tudok beszélni. Miért adott nekem egy iránytűt? Vagy mi ez? Ha? És komolyan? Kezd nagyon-nagyon elegem lenni belőled. Jaj, polgármester úr, nem az ön dolga. Beszélem az ön dolga, akkor kinek a dolga, hogyha random elviszed a Dani, gyere megmutatom. Mit? Mit mutatsz meg? Mit mutatsz meg? Mondjad! Mit mutatsz meg? Hogy hol a házad? Aha, értem, szóval, hogy az iránytűt kéne követni? Ez csodálatos, értem, tehát hogy... Jó van, oké, keresünk meg a házunkat, amúgy ott egy másik falu közben. Megtalálod magadnak, te! Hagyjál inkább békén, jó? De menj inkább innen! Hú, amúgy legalább a polgármester követ engem, legalább jó fej és próbál segíteni, vagy valami. Ezt azért becsülöm ebbe a polgármesterbe, az összes többi polgármester szerintem idáig gonosz volt velünk, meg nem kedves. Szóval, ja, ott van a házunk, ez beteg ember, hát én is észrevettem, hogy beteg ember. A kisnek legalább adjunk kaját. Istenem, srácok! És beképzelhet, és amúgy benne volt ráadásul kisnek a kedvenc csontja is. Tehát még az is rátesz, hogy még ugye ott van kisnek a kedvenc csontja, szóval... még azt is ugye ellopja. Menj, jó, megyek kis, nyugalom. Nyugalom van, na. Megszerezzük neked a cuccaidat, nyugalom, nem kell félni. Istenem, miért velünk játsszák el mindig ezt a gonosz zókot a falusiak? De nem tudom, mindenkivel jó fejek a falusiak, cserélgetnek, trédelnek, minden. Velem meg ellopják a házamat, meg lecserélik, meg eltüntetik, meg minden. Itt a házam, hallelúja. Jó van, oké, itt van minden, még konkrétan még... Mi van? Még visszakerült, de rajtam van a vascuccom. Minden visszakerült a vascuccom, és meg... Hova tűnt kisnek a cucca? Miért van itt egy íj? Ezt ellopta, vagy mi van? Ne szívassatok már, vúf. Nincs itt kisnek a cucca? Itt csak egy íj van, meg nyilak. Most ez így mi? Most ez így... Vúf, találd meg. Mi az, hogy... De kis... Hát... Azt ajánlom, értem, de nem az én hibámból tűnt el. Hol van az alak? Hol van egyáltalán az a csáva? Jó, visszamegyek akkor a faluba, mert úgy tűnik, hogy nem tudom. Én azt hittem, hogy egyáltalán követni fog, vagy valami, és még bosszút áll, vagy még szivatgatni fog. De úgy tűnik, hogy nem, inkább ott maradt a faluba, pedig hát érdekes, nem tudom, de mindegy. Jó, oké, akkor megkeressük azt a izét, beszélünk vele, és úgy szép tévépézzük, ahol még soha senkit. Mert ilyen szinten még senki nem tudott engem fejlésteni, hogy megfogta és elviszi a házamat. Kisnek is a csontját elrabolja, és minden, és a polgármester követ engem, és egy szót sem szól. Tehát ráadásul jön utána a polgármester körülbelül 5 perce, és meg se szólal. Még ő is nem tudom, némán nézi, hogy mi történik, mert még ő se érti. Szóval csodálatos, nem tudom, mindegy, jó, visszamegyünk, akkor megnézzük, hogy hol van az az ember. És izén nem hát, jól van, hát megértem mondjuk. Hol van ez az ember? Hol vagy? Komolyan, ide rakta az ő házát, most ez így szivat? Nem, én beleugrok mindjárt kútba. Nem tudom, mit mondjak egyáltalán. Polgármester úr, nem akarja megölni, vagy valami? Nekem nagyon kezd ebből így elegem lenni, na. Szépen beszéljék meg, vagy valami, mert nekem nagyon kezd elegem lenni. Itt van minden. De hol van kisnek a csontja? Legalább kisnek a csontját add már vissza, hallod? Hallod? Nálam, akkor add ide! Adjanak kutyának a csont... Enyém. Mi? Enyém? Mi az, hogy az enyém? Mi? Te is kutya vagy? Vagy bi? Nem értem. Mindegy. Visszaadja a cuccaimat. Nagyszerű. Legalább ennyit visszaad. Istenem. Nagyszerű. Legalább a cuccaimat visszaadja. Kis, megvan a csontod. Menj is. De szeretném a házamat ide visszarakni, vagy valami? Érted? Nem. Nem rakhatod csak... Jó, mindegy. Akkor elköltözök máshol, vagy nem tudom. Van egy ötletem. Na, mi az ötleted? Mi az ötleted, vagy mi? Mi az, ezt most a polgármester mondta? Ezt most a polgármester mondta, vagy a csávó mondta? Menjetek el 30 blokkra? Értem, de és ezt most hogy számoljam ki? 1, 2... Aki hamarabb visszaér az övé, aha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jó, oké, nagyjából kiszámoltam. Nem tudom, hogy jó, de mindegy, na. Készen állsz te? Hú, nem mondok rá semmit. Na, készen állsz te kicsit se ér, nem tudom, normális ember. Jó van, nagyszerű. Na, mikor mehet polgármester úr? Mikor indulhatunk? 3, 2, 1, és...
És... ment, jó, gyerünk! Jó, én előbb indultam, nyertem, ennyi volt, easy! De nem azért mondom, de csak annyi volt a lényeg, hogy előbb kellett indulnom. Cső, nyertem, ennyi volt, na mi van? De most miért ütögetsz? Hallott, nyertem, menj ki, légy a házam. Akkor most ez az én új házam? Na, kis nyugi, nem kell azért megölni. Undorító vagy, én vagyok az undorító, talottad a házamat, meg a kutyám csontját, meg mindent! Kisom, hogy itt van a csontod, kis! Na, kapsz kaját is, meg mindent. Hú, na jó, megjázam a léci, de leégett házam legyen. Mi az, hogy leégett? Nem is égett le a házad. A másik ház a tied lehet, ami ott van a falu végén, vagy nem tudom hova raktad. Menjél szépen oda abba a házba, aztán örülj magadnak, ha ennyire azt akarod. Szóval, ja, nagyon nem tudok más mondani. Ja, nem mondtam, de begyújtottam. Jó, ráadásul még be is gyújtott. Tehát gratulálok, ez saját hibád volt. Még fel is akartad gyújtani az én házamat. Na jó van, szia. Jó van, oké. Mehetsz odalakni. Amúgy nálam maradt az összes gyémántja. Jó, akkor még ezt is megtartom. Polgármester, ez nem fair. De hát mi az, hogy nem fair? Hát te gyújtottad, az fair, hogy te ellottad a házamat, meg felgyújtottad, meg minden. Én házam. Az meg az én házam volt, és felgyújtottad. Tehát gratulálok. Na jó, rakjuk a gyorsan cuccainkat. Így is van, van még vasunk, na menj innen. Mit csinál? Elviszi az utcamat! Na jó, azt már nem. Ú, mennyi gyémát volt nála, Jézusom! Oké, de gább lett plusz gyémántunk. Jó, polgármester úr! Vúf gazdag. Hát, ja, látszott rajta. Na mindegy. Viszont gyors a szenet is, meg ilyeneket. Szótlan vagyok. Hát jó, mindegy, igazából meg is értem. Ez a polgármester elég gagyi, na mindegy. Legalább segített volna, vagy akármi. Vidd nyugodtan a cuccait. Hát jó, oké. Nem is volt szándékomban nagyon úgy visszaadni, de mindegy. Na jó, van, srácok, köszönöm szépen, hogy tudom velem ebben a videóban. Végül is visszereztük a házat, szóval minden király. Ez a videó után kezdődik a következő videó a... Dani Minecraft nevű csatornámon, szóval ott találkozunk, remélem, hogy tetszett, meg minden. És ha igen, akkor azt jelzétek, hogy nem fogok benne egy lájka, írjátok le a komment, meg ilyenek. És hogyha akartok példányos termékeket venni, akkor ugye ez a leírás látványosra, meg ilyenek, bla bla bla, szóval ja, ennyi. Köszönöm, hogy itt adok, én Dani voltam, és köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. Sziasztok! Nincsen intro? Nincs intro. Hát mindegy, akkor így köszönök el, sziasztok!